A Light Guide bot nem véletlenül kapta a Light Guide elnevezést, hiszen ez egy könnyű, finom, ultralight pergetéshez kifejlesztett bot. Ilyen rész van, akinek elsőre furcsa lehet, azonban ez igazából egy egykezes bot, tehát nincs szükség arra, hogy mondjuk megfogjuk az alsó részét. Itt csak arra van, fárasztás közben kicsit könnyítsen kezünkön, és meg tudjuk támasztani a karunkon alul. Ez azért szükség, mivel egy finom botról beszélünk egyébként, itt az első keverőgyűrűig kapott egy keresztszálas megerősítést, így nem teljesen parabolikus, hanem hogyha kell, az erőt ki tudjuk fejteni a fárasztás során. Egy kisméretű, maximum 1000-es, esetleg 2000-es orsóval kiegészítve tökölést és párost kaphatunk. Ajánlott hozzá nagyon vékony fonott, illetve monofil zsinór, apró csalikhoz érdemes használni. Tényleg a legapróbb csalikhoz való, hiszen ezt sugolja a dobósúlya is, ami 0,5-től 6 g-ig terjed. A bot spice, úgynevezett plektoros hegy, ami olyan, mint a féderbotnak a vége, tehát egy nagyon érzékeny, finom hegyről beszélünk, amivel a legapróbb csalikat ugye eldobhatjuk, illetve a legkisebb rezgését is érzékelni fogjuk a legkisebb csalinak is. 1,90-es hosszhoz mérten 7-es darab gyűrűt kapott a bot, keverő gyűrű természetesen hosszabb szárú, de mivel kisebb orsókat, illetve kisebb dobátmérő orsókat használunk rá, így nem kellett túl nagy keverő gyűrűt rárakni, így elég volt egy kisebbet, ami tökéletesen végzi a dolgát, és ezzel tényleg legapróbb csalikat is messzire el tudjuk juttatni és vezetni.